Kínaiul énekelnek és különböző játékos feladatokon keresztül tanulják az ázsiai nyelvet az első osztályosok a Bánki Dónát utcai általános iskolában. Kínaiul meg angolul beszéltünk. És miről beszéltetek kínaiul és angolul? A számokról, a színekről. A gyerekek szinte párhuzamosan ismerkednek az angolal és a kínaival is. Hétfőn van az angolóra, tehát év elején egyeztettünk a kolléganővel, átnéztük a tantervet, megírtuk a tanmenetet, és abban ugye megbeszéltük, hogy milyen témaköröket fogunk tanítani, ami ugye illeszkedik a pedagógia, a helyi tantervhez, és azután akkor órákra lebontva, hogy mindig meg szoktuk beszélni, ő bejön hétfőn, megnézve, hogy én mit csináltam, és akkor utána megbeszéljük, hogy ő mit fog csinálni másnap, és ő megtartja az órát. Én minden óráján itt vagyok, tehát ő is itt van az enyémen, és én is itt vagyok az övén. Az osztályba járó gyerekek szüleinek egy része szerint a kínai nyelvben van a jövő. A Jászmi nagyon sokat beszél otthon a kínaiul, úgyhogy mi azért szépen haladunk vele, és őt megköveteli a családtól, hogy mi is mondjuk vele, és csináljuk, és énekeljük vele otthon. Úgyhogy mi is tanulunk vele, úgy valamennyire, amennyire próbálunk. A kínai nyelvórákat az iskola vezetése szorgalmazta, így egy évvel ezelőtt szerződést kötöttek az ELTE Konfúciusz intézetével. Ennek keretében érkezett a kínai tanárnő az intézménybe. Első osztályban 22 kis diák van, a többi évfolyamon pedig szakköri szinten biztosítjuk a kultúrával való megismerkedést. Körülbelül 50-en vannak, akik a szakkörökön részt vesznek. Ők másodiktól nyolcadik évfolyamig tanulják ezt a nyelvet és a kultúrát. Az iskolában a tervek szerint ettől az évtől kezdve minden évben fognak kínai nyelvet is oktatni.